Tisztelt honfitársaim! Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a pártom, a baloldali Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom felkért, hogy vállaljam el a köztársasági elnöki tisztségre vonatkozó nevezést. Amennyiben Székely Sándoron kívül még további 39 országgyűlési képviselő is csatlakozik, úgy a jelöltséget is. A köztársasági elnök két fő feladata. Megtestesíteni a nemzeti egységet, és örködni az államszervezet demokratikus működése felett. Úgy gondolom, hogy életutam bizonyítja, hogy sokféle feladatban kellett, és tudtam is helytállni, hiszen voltam fent is, és lent is. Szociális és mentális érzékenységem mellett az életharc megkeményített és megerősített. Pártom felkérése rendkívül megtisztelő számomra, és nagyon jól esett, melyet köszönettel elfogadtam. A politikai zsargonban úgy mondják, hogy a magyar köztársasági elnök szerepe más államfők viszonylatában úgymond gyenge, és jobbára csak a protokollális teendőkben merül ki. Én ezt egészen másképp látom. Ha valaki eleve belenyugszik a mondott gyengeségébe, az kétségkívül gyenge is marad. Ha viszont felelősséggel tekintjük át a magyar elnök feladatait és jogait, akkor olyan lehetőségek tárháza mutatkozik meg, amit az érintettek korábban kevésbé gyakoroltak. A magyar köztársasági elnöknek ugyanis jogában áll törvényjavaslatokat előterjeszteni és népszavazásokat kezdeményezni. Nos, én készen állok arra, hogy a jelenlegi, csupán a mai kormánypártok által támogatott alaptörvény helyébe egy sokpárti, minél nagyobb konszenzusra támaszkodó alkotmányra, és az ezt elfogadni hivatott népszavazásra tegyek javaslatot. Emellett abban is elkötelezett vagyok, hogy minden olyan törvényt, amelyek szociális, avagy környezet megóvási tartalmával kapcsolatban kétségeim merülnének fel, megfontolásra visszaküldjem az országgyűlésnek. Úgy gondolom, rendelkezem a fentiekhez szükséges belátással és tapasztalattal, hiszen életkoromból fakadóan akár kétszer is kitelik az előírt 35 éves korhatár ami elvileg egyféle bölcsességi küszöb. Munkás családban nőttem fel, csepelen. Majd hosszú évtizedeken át azzal kerestem a kenyerem, hogy énekesként szinte minden nap az emberek elé álltam. A világ számos színpadán való fellépéseim után követő időszakban megismertem az élet kevésbé napos oldalait is. Köztük azt a poklot, amelyet a deviza hitelekkel pórul járt milliók is megéltek. Nyugdíjas korba lépve a közélet számos porondján igyekeztem hasznára lenni a szűkebb, tágabb környezetemnek. Legutóbb a Csepel Soroksár országgyűlési képviselőségnek is megfelelni igyekezve. Kedves barátaim! A közéleti támogatást keresve azonban el kell azt is mondanom, hogy bár én is híve lennék a közvetlen megmérettetésnek, de a magyar államfőt a nép helyett jelenleg az országgyűlési képviselők választják. Ahhoz, hogy elképzeléseimet az országházában is képviselhessem, a közel 200 képviselő egyötödének, azaz 40 ember ajánlására van szükség. Kérem a velem egyetértőket, hogy keressük és találjuk meg a módját eme 40 vagy több képviselő meggyőzésének. Köszönöm a figyelmet és a bizalmat.